Így vágtak neki tavaly a Tisza Challenge résztvevői a 10 kilométeres távnak. Most szombaton a sportemberek ismét a Tisza Bercel és Balsa közötti szakaszra fókuszálnak, ahol második alkalommal rendezik meg a nyílt vízi kihívást. Ahogy tavaly gondolkoztunk, hogy mit is kellene kezdenünk a Tiszával, mint folyóval, ugyanis ahogy én szoktam mondani, 100 éve itt folyik el mellettünk, vagy 1000 év, és nem kezdtünk el igazán semmit. Tehát elindult egy olyan gondolkodás a település lakóival, a képviselőtestülettel közösen, hogy olyan fesztiválos, sport jellegű rendezvényeket találjunk ki, amelyek a Tiszához, az úszáshoz, a kajakozáshoz, vagy egyáltalán a vízisportokhoz köthetők, hisz olyan természeti adottságaink vannak, mint látjátok, hogy páratlan, én úgy gondolom. És az első ilyen ötlet, ami meg is valósult, ez a Tiszai Challenge, egy 10 kilométeres nyílt vízi úszás, amely már tavaly évben is nagy sikert aratott, tehát az ország több részéből is jöttek. A rajt szombat reggel 10 órakor lesz a Tisza Berceli kikötőben, a célba érkezés pedig 2-4 órával később várható a Balsai Látogatóközpontnál. Kovács Rita 17-szeres világkupa győztes, Európa-bajnok hosszú távúszó. Szakmai tanácsként kiegyensúlyozott teljesítményű úszást javasol. Fontos, hogy a versenyzők jól osszák be az erejüket, megfelelő folyadékpótlással, akár pihenés közbeiktatásával teljesítsék a távot. Nem szabad elkezdeni nagyon-nagyon erősen szerintem ezt, és én azt mondanám, hogy mindig is a biztonságra kellene, hogy törekedjenek, nem pedig arra, hogy most nem akarom nyerni, vagy nem akarom. Ez szép egyenletes úszással szerintem, nyugodt úszással, türelemmel, szerintem nagyon sok, tavaly is nagyon sok embernek sikerült, azt hiszem majdnem mindenkinek, tehát bízom benne, hogy az idén is hasonló lesz a létszám. Ha egy versenyző elfárad vagy kimerültnek érzi magát, vízimentők és kísérők segítenek neki vitaminnal, szőlőcukorral, energiaszelettel. Az is motiválhatja a résztvevőket, hogy világklasszisokkal teljesíthetik a távot, és akár egy olimpiai bajnok kenustól is segítséget tudnak kérni. Novák Ferenc szerint a szombati kihívás közösségépítés, igazi sportteljesítmény és kifejezetten jól eső mozgásélmény. Én sportolónak lenni nem egyszerű feladat. Főleg most az emberek, ahogy nézik az olimpiát, azt hiszik, hogy nagyon könnyű, sajnos így a kommenteket, meg mindent így olvasgatom, de nincs semmi reakció. Nem bonyolult, nagyon nehéz feladat. Én azt mondom, szerintem kezdjük az alapokról, és napi heti 2-3-4 mozgás a futással, pont ezen vagyunk itt, hogy ezt tudjuk ezt biztosítani a környéken, és ezzel elindult egy egész egy tömegsportbázis. A Tisza Challenge nem csak élményúszás. A célállomáson a Balsai Látogatóközpont területén egész nap tartalmas programokkal készülnek. A kisebbekre kézműves sátor, gyermekfoglalkozások, zenés produkciók várnak, míg a felnőtteket koncertekkel és különböző fellépőkkel szórakoztatják. Érkezik az X-faktor győztese Tóth Andi, a Fiesta zenekarból ismert Csordás Tibi, és több meglepetés is várható. Igazándiból egyszerű humoristát, illetve a zenei szekcióból kivéve a Badár Sándor fogja megkezdeni az egész délutáni szórakoztató programokat. Ő 15 órától fog úgymond egy igazi stand-upot lenyomni. A Tiszával kapcsolatos, reméljük nagyon jó humoros előadása lesz, és este 8 órától várjuk a színpadra és a legtöbb látogató családot, közönséget a Boném Együttes nagy koncertjére. Tehát élő koncert, többen kérdezték, hogy létezik. A versenyzők már tavaly is az ország számos pontjáról ellátogattak Gáva Vencellőre, sőt, külföldi induló is volt. Idén mintegy 200-300 versenyzőre számítanak a szervezők.